Kedves, szeretett gyerekek, felnőttek, ugye 1858, hát szinte 200 évvel ezelőtt, nem volt ilyen jó világ. Télen, ott Franciaországban, úr környékén is hideg van, és biza a kis Bernadett, hát a fázott, el kellett menni fát gyűjteni. Én is. És mondom, itt az idősek közül sokan, még annak idején jártunk nagyszüleinkkel télen. Igaz, hogy szekére, és nem a hátukon hoztuk az a zárnakat. De például Nagyszalonta környékén, vagy Székelyhíd környékén, van hetente egyszer megengedik a szegények, kimenjenek az erdőbe, összeszedjék az ágakat, és bizony most is, ma is olyan gyerekek, mint ti, hosszú sorba jönnek, biciklire felraknak, amennyit tudnak, ilyen száraz ágakat, és hozzák haza. Nem volt ott akkor gáz, központi fűtés, és kis Bernadett is ugyanígy elindult, 13, 15, 14 éves, hát egy kislány, veletek egy idős. És leírja, hogy hát ugye patak partján mentek, és a patak ugye kanyargózik, hát ilyen úszadék fa, amit hoz magával, és lerakja ide, oda, a partjára a fát, és Bernadett látta, hogy a túlsó parton is jó sok fa van, de ehhez át kell menni a vízen. Hát ki lehet próbálni, akár a street partjára kimenni, és gyalogolj keresztül azon a vízen. Most ilyen február 11-én. Csak az, hogy jobban átéljük az, hogy mi is történt ott. És túlfelől hamar felhúzta a szokniát, cipőjét, és kezdte összeszedni az árakat, és akkor meglátott egy kis barlangba egy csodálatos hölgyet, aki igazából nagyjából ugyanazt mondotta neki is, mint hát 2000 évvel ezelőtt a boldogságos Szuzanya ezeknek a szolgálatok. Tegyétek meg, mit az én fiam mond. Tehát nem mondott, nem tudom, új kinyilatkoztatás. Nincs új időszámítás. Igazából Mária jelenések, és nem csak Lourdesban, máshol is nem mondalak újat, hanem inkább, amit Jézus is mond, hogy imádkozzatok, szüntelen imádkozzatok, térjetek meg, szeressétek egymást. Hát igazából Szuzanya ugyanezt húzza alá. Na de ez a fiatal lány sok mindenre számított, és még azt sem mondhatjuk, hogy a melegbe elaludt, és aztán ki tudja, mit látott, ebben a jégideg vízben biztos, hogy fel volt ő ébredve rendesen. Ott volt a Szuzanya. És hát, hogy mondjam, imádkoztak együtt. Aztán mondta Szuzanya, mikor jön következő alkalommal. És hát ugye, ő hazament. Hát persze nem tudott hallgatni róla, elmondta ennek is, annak is. Aztán nem erősítették el. Mert ő ugye nem egy ilyen kulturális, hát kicsit olyan volt, mintha, na most itt nálunk Romániában megszólítana valakit a Szuzanya magyar. Na hát, hát hivatalosan az most az Szuzanya pont mély beszél egy kisebbségi nyelven, nem? Hát egyik oka miért nagyon nehezen fogadták el az akkori püspököt, meg az ottani előjárók, hogy hát ilyen brotány nyelven. A másik az, hogy most a Szuzanya pont akar szólni, aminek egy püspököt szól, vagy egy előkelőhöz, most egy ilyen falusi libához, ezen fogadták el. De ha megnézzük a boldogságos Szuzanyát, de magát a Jóistent is. Ugye elolvastuk ma az első csodáját, tudjátok-e melyik volt a második csoda?
Hát amikor Péter anyósát meggyógyítsa. Ez volt a Jézus második csodája. És képzeljük magunk elé ezt a, hát, ezt az idős néni, ugye abban az időben hát nem voltak orvosok, meg nem tudom milyen orvosságok, meg hasonlók. Szegény néni, milyen baja volt, nem tudjuk, lázasan feküdt. Hát nem hiszem koronavírusos lett volna, de valamilyen volt. És Jézus oda megy hozzá, és félre rakja a nagy világ megváltó dolgait, maga megfogja a kezét, fölsegíti, meggyógyítsa. És a néni nagyon, nem csak hogy helyre jött és feltápászkodott, hanem férgonca nekiállt, és Jézuséknak, Péteréknek vacsorát készít. Hát nem írja az, hogy ott volt Péternek a felesége, tudjuk, hogy volt neki családja, de ezt nem írja, de mindenképpen a mama volt az, aki felszolgált. Igen. De máskor is, tehát Jézus nem személyválogató. Nem csak a fiatalokat keresi fel, nem csak az épeket, egészségeseket, sőt, hogyha úgy nézzük, hát azt ő el is mondta, hogy nem az egészségeseket, hanem a betegeket. Nem azokat hívja, akik megérdemlik. Jézus szeretete nem jutalom, hanem orvosság. És ugye az orvosságot azoknak adjuk, akik betegek, akik rászorulnak, nem azok, akik megérdemlik. Ugye olyan szép az a másik történet, és ugye idős néni bemegy a templomba, gondoljunk magunk elé a gazdagok, akkor is voltak, akik rázták a rongyot, raktak nagy pénzeket a persejbe. És Jézus azt mondja, hogy ez az idős néni, csak két fillérecskét, két rész pénzecskét rakott a persebe, többet adott, mint a többiek, mert hát ha mindenét odaadta. Tehát Jézus Krisztus nagyon nyitott a szegények, az egyszerűek, a betegek felé. Ugye napokban olvastuk Jairus leányát, az is egy beteg, kislány, mester, gyerek. És Jézus abba hagyja, biztos, hogy volt dolga, valakik voltak ott, akikkel beszélt, minden, de valaki bajban van, beteg, viszontlátásra, és elindul. Hát ugye nem tudtam kinyomozni, hogy milyen messze lakhatott ez, de biztos, hogy talán ugye, hát ugye útközben szembe jönnek vele, és mondják, hogy ne fárazd a mestert, mert meghalt a kislány. Tehát lehet, hogy több napi járás miatt, és akkor is ment, mert valaki bajban van, segíteni kell. És tudjuk jól, hogy csak hogy föltámaszza a kislányt, hanem szólja az édesapának, hogy nézd, a leányod éhes, adjatok neki enni. Tehát figyelmes, hogy észre lesz a szegény kislány, beteg voltam, most helyre jöttem, korog a gyomrom, és mindenki el van ájulva, adjuk neki valami zsíros kenyeret, vagy valami nyami-nyami, legváros kenyeret. Olyan szép Jézusban megvan ez a finomság. És ez azért fontos kihangsúlyozni, mert hát ugye nagyon sokszor mi magunk leírjuk saját magunkat. Jaj, én már öreg vagyok. Még egy-két is meg nyugdíjba, vagy már nyugdíjba is vagyok. Hát engem már csak kerülgetnek az emberek, és így gondolunk magunkra. Vagy ugye a gyerek is, hogy ja, én csak egy árva gyerek vagyok, hát nem kellek még senkinek, nem tudom, és akkor saját magad, így nem kívül vannak a falok, nem Jézusnál van a fal, hanem én magamot írom le. Igen. Bíznunk kell a Jézus Krisztusban, a jó Istenben, szerető bennünket. És nem kevésbé szeretett idős, beteg embert, mint egy épp egészséges fiatal. Tudják, 89-ben én már pap voltam, és jártam első pénteken a betegekhez. Nem lehetett akkoriban orvosságot kapni. Nagy szegénység volt. Hát aki éltőnek a nagyjából élték, ezt tudják, hogy milyen világ. És bizony egy-egy ilyen magányos idős emberhez bementem, és jött, hogy elsírjam magamot, mikor mondták, hogy
atya, ez sincs, az sincs, így, úgy, és hát szinte mindegyik mondta, hogy imádkozik, hogy már ennek a rendszernek legyen vége, mert olyan embertelen ez a rendszer. És emlékszem, hogy mikor valamikor novemberben ott Ervin atyáikkal, a ferences testvérekkel, ugye akkor ismerték önök is Ervin atyát, ültünk és beszélgettünk, és mondták az idősek, hogy úgy érzik, hogy a kés a csontig vágott, és ennek vége kell legyen. Mert Isten a szenvedő emberek imáját mindig meghallgatja. És ugye tudjuk, 89-ben tényleg ezt a diktatúrát elsöpörte a forradalom. De én meg vagyok győződve, ezt a változást nem a fiatalok csinálták, hanem az egyszerű idős emberek imája, könyörgése, szenvedése és fájdalma. Igen. Hogy mi viszi a világunkat előre? Egy tejfölös szájú fiatal titánnak a hősködése? Vagy egy idős ember csendes, alázatos, szerény imája? Nem tudom. De biztos, hogy mind a kettőre szükség van. Szükség van arra, hogy igen, némán keresztet hordozva a jóban kitartsa. Ugye, ha ez a holnapi evangéliumi rész, a mai evangéliumban ugye erről a szír-föniciai asszonyról olvasunk, akinek a lánya beteg. És ugye oda megy ez az anyuka, és mondja, hogy hát gyógyítsd meg a lányomat. A gonosz lélek hatalmába vette. És Jézus azt mondja, hát az ő küldetése, hát az Úr választott népéhez szól. És olyan jó pofa ez az édesanyja, az ó, hát tudja, hogy az asztalról lehullott morzsákat a kiskutyák is felszedegetik. És Jézus azt mondja, hát hogy mondjam, jól beszéltél, és ezért nyugodtan menj haza, mert jutalmul lányod meggyógyult. Tehát ez arról szól, hogy igen, hogy most Jézus látszólag elsőre visszautasítja ennek az asszonynak az imáját. De nem adja fel. Mutatnánk azt is, hogy okvetetlenkedik. És Jézus erre nem meg, hogy mondjam, dorgálja, vagy mit tudom én, elküldi, hanem azt mondja, ez a szó szerepe jutalmul, menj, mert lányod meggyógyult. Megjutalmazza, hát a okvetetlenkedő, zörgető, kopogtató, hogy mondjam, lánya számára gyógyulás kérő édesanyja. Nekem nagyon tetszik ez a történet. És azt gondolom, hogy mi is nyugodtan kérjünk erőt, egészséget, gyógyulást magunk számára. A lurdi víz ugye szoktak hozni nekünk is ilyen vizet. Igazából nem erős hitték az, hogy hát, hogy Mária megjelent a kis Bernadettnek. És akkor, hát mondta azt az anya, hogy kezeddel kaparja, ott nem volt forrás. És ugye a homokot, a kavicsot úgy félrehúzta, felfakadt egy forrás. És hát ugye, ő megmosta az arcát. És képzeljék el, hogy nem volt a víz, ugye forrás, mikor matatott benne, hát ilyen zavaros volt. És maszatos lett a kis arca. És az emberek mondták, hogy na hát ebből világosan látszik, hogy ez nem is csoda, meg nem tudom miféle, és kikacagták Bernadett. De volt egy bácsi, akinek szembaja volt, és megmosta az arcát abban a vízzel, és meggyógyult. És utána kezdtek jönni az emberek. És nagyon sok ember mai napig is, igen, Lourdesba
csodatevő forrás van, amit Bernadette a saját két kis kezével ásottotta. Hát ugye tudjuk jól, sokszor egy kútot milyen nehéz megásni. Nem az, hogy kis Leánka kezével ott kaparászik, és mindjárt olyan forrás van, hogy azóta is nem adott el, sőt, hát ugye hát egész medencéket tölt meg az a forrás, és a világ azt hiszem legtöbb felé elvitték ezt a vizet. Nagyon érdekes, ugye van egy japán ilyen professzor, ő úgy gondolja, hogy az ember szervezetének 70-80% a víz. És arra volt kíváncsi, hogy a víz az mindenütt egyforma. És akkor hozott különféle forrásokból vizet, és egy-egy vízcsepet úgy megfagyasztott, hogy hópehelyet csinált belőle, kristályosodott. És döbbenetes volt, mert tényleg ezek a szent vizek, de különösképpen a lurdi víz gyönyörű szép kristályt alkotott. És újból és újból elvégezte kísérletet, ez nem egy keresztény ember volt, és mégis úgy érezte, hogy ez valami rendkívüli, különös víz. Vezetékes vizeket, mint a Tókióból, máshol, ivóvizeket. Olyan amorf, olyan nem lett olyan szép kristály. De a lurdi víz az gyönyörű, szép kristályokat alkotott. Igen, hisszük azt, hogy Szűzanya ma is dolgozik, és bízzunk magunkban, bízzunk a jó Istenben. És tényleg, ha valaki beteg, szenved, hívja az egyház papját, kérje, hogy gyógyítsák meg. És olyan nagyon idős és nagyon beteg, akkor is szolgálja a jó Isten, úgy, ahogy Péter anyósa is. Érjük az erőt, egészséget, nem önzésből, nem kapzsiságból, hanem azért, hogy szeretettel jót tudjunk tenni. Nem kell féljünk az elmúlástól sem. Ugye, egy nagyon izgalmas, én a honlapra fel is rakom, egy fizikus beszél a megmaradás törvényéről. Az energia nem veszhet el. Az információ nem veszhet el. Ez a fizika alaptörvénye. Márpedig, hát te is egy információ vagy. Egy energia vagy. Nem veszhetsz el. Örök életed van. Haladatlan vagy. El se lehet pusztítani. Az, hogy ez a fizikus, hogy a fekete lyukba, ha belezuhan valami, az is valamilyen módon a maga által hordozott információ megőrzi. Nagy titok. Hogy? Nem tudjuk. Bízzunk abban. Igen. A világon el se lehet pusztítani az ember. Halál az fájdalmas, főleg azoknak, akik itt maradnak, de bíznunk kell abban, hogy Isten jól kitalált ezt a világot. Jól összerakta. Én arra biztatnám, ugye főleg idősebb, 65 év fölöttieket szokták mondogatni, meg a betegeket, hogy most, aki igényli, az elé jöhet, és a betegek szentségét, ugye a szent kenetet, ahogy mondják, azt Bonaventura testvére kiszolgáltatjuk, ugye ez a hét szentség közül egy nagyon fontos szentség. Nem a halottak szentsége, ez az élők szentsége. Minden szentség az élőknek van azért, hogy ezen a földön kiteljesedjünk, gazdagabbak, erősebbek, egészségesebbek legyünk.